Mi a különbség a 10-es játék és a 9-es játék között? A 10-es játék nem, ugye egy kicsit ugye nehezebb, magasabb szintű, mint a 9-es, és nem csak azért, mert egy golyóval több van, hanem mindjárt látjuk, hogy miért. Így néz ki a kezdőállás, ugye háromszög alakban, ugye szintén az 1-es van elől, és ugye a 10-es van középen. Jó, ugye az állító sablonon ezt is fel lehet állítani, vagy pedig a háromszöggel. Az 1-es van a tőponton, bár, és itt ez a 10-es játékban is igaz, hogy versenyenként is különbözőek a szabályok, meg országonként is, meg ugye időben is változik. Tehát régebbi szabály nem biztos, hogy most érvényes. Valahol ugye itt is a 10-es van a tőponton, valahol az 1-es van a tőponton, ez ugye, ezt meg kell nézni mindig a versennyel. Most már a kezdés is nehezebb. Ugye a 9-esben rombusz alakban vannak a golyók, és azért nagyjából 3-4 golyó is lyuk felé áll, tehát akár közvetlenül, akár falból lyuk felé megy, de a 10-esben nem. Tehát a 10-esben nincs ilyen, hogy azért nagyjából nagyon sokszor esik egy golyó, vagy kettő golyó, hanem nagyon-nagyon nehezen esik akár egy golyó is. Úgyhogy sokkal nehezebben esnek golyók ebből a kezdőállásból, és nem mindegy, hogy honnan kezdünk. Az ideális kezdés a homlok vonalon egy és fél, tehát másfél gyémántnál van. Tehát azt mondja, egy gyémánt és fél. Ez körülbelül másfél gyémánt. Vagy egyik oldalon, vagy pedig a másik oldalon. Ugye ezt is nem mindegy, hogy honnan kezdesz, és innen a legideálisabb, de ugye több lehetséges pont is van. Na nézzük egy kezdést. Ugye másfél gyémánttól. Egyes golyót kell eltalálni természetesen, itt is kötelezően, hanem akkor hiba. Na, és ugye nem is esett golyó, de ugye itt is tényleg ez azért is úgymond igazságosabb, legalábbis én igazságosabbnak tartom, mint a 9-est, mert a 9-esben sokkal többször esik golyó, és sokkal több a pucolás is, sokkal gyakoribb, és ugye mivel egy-két golyó esik sokszor a 9-esben, ezért nagyon sokszor ugye 8 vagy 7 golyó marad, vagy akár 6 golyó marad az asztalon. Na itt viszont vagy 10 golyó marad az asztalon, vagy 9 a statisztikák alapján. Tehát több a golyó, nem csak egyel több a golyó, hanem ami marad a kezdésből, az általában 2 vagy 3-mal több golyó, mint a 9-esben. Úgyhogy nehezebb a pucolás, ritkább a pucolás, és lényegében itt nem az van, hogy valaki kezdés pucol, hanem azért sokkal kiegyenlítettebb a játék. Az is különbség a 10-es és a 9-es között, hogy a 9-esben bármit, bárhova be lehet lökni, nem kell bemondani semmit. Tehát, hogyha valamit be akarsz lökni egy lyukba, nem megy be, de egy másik lyukba beleesik, akkor nyugodtan mehetsz tovább. Tehát a véletleneket is díjazza. A 10-es játék nem. A 10-es játék itt a 8-as játékhoz hasonlít, bemondásos játék. Tehát azt mondom, hogy 1-es golyó ide. Természetesen az ilyen egyértelmű lökéseket nem kell bemondani, de ha például mondjuk egy ilyen lenne, hogy egy fal oda, akkor azt már be kell mondani. Tehát egy fal, tehát egyes golyó oda. És ugye nem a bemondott golyó, tehát nem a bemondott golyó nem a bemondott lyukba esik le, vagy pedig ugyanebben a lyukba egy másik golyó esik le, tehát például, mit tudom, elrontod, és bepöccintesz egy másik golyót, akkor ugye az nem bemondott esés volt, úgyhogy akkor az ellenfél jön a kialakult állásból. Jó? Tehát nem kézből, hanem a kialakult állásból. Tehát mindent be kell mondani. A biztonsági lökés is be kell mondani. Tehát amikor biztonságit lökünk, akkor ugye fontos, hogy mindig az ellenfél fog jönni, és tehát például azt mondom, hogy most biztonsági, lökök egy stoppot, és akkor szépen ellöktem, és akkor most az ellenfél jön. Jó? De nagyon vigyázz, hogyha esik egy golyó, tehát például mondjuk itt ugyanezt a lökést meglököm, lökök egy stoppot, de véletlenül nem figyeltem, és az egyes leesik. Na akkor ugye az ellenfél, hát jön a következő golyóra a kettese, de most mivel neki rossz állása maradt, ő dönthet úgy, hogy mivel nem bemondott golyó esett, tehát ugye ezt nem mondtad be, hanem csak beesett, ezért mivel elrontottad ezt a safety-t, ezt a biztonságit, ezért visszaadja az asztalt neked. A 10-es játéknak ez a pikáns szabálya, hogy ilyenkor visszaadhatja neked a lökésjogát. Tehát ne ő szenvedjen a snooker állásból, amikor te úgymond elrontottad a dolgot. Ő ugye nem lesz kézből, tehát nem hiba ez, csak elrontottad a safety-t. Úgyhogy ilyenkor azt mondja, hogy akkor lökjél te. Eldöntheti, hogy ő lök, vagy pedig visszaadja a lökésjogát. Ugyanígy működik ez a visszaadási lehetőség, hogyha tehát nem a bemondott golyó esik le a bemondott lyukba. Tehát például azt mondod, hogy egy falat bemondod ide,
És ilyenkor ugye úgy, olyan tempóval szokták löpni ezt az egy falat, hogy amikor egy falból jön, ha esetleg kimarad, akkor itt pattanjon, és még erre nagy esélye van leesni. Na most ugye a 9-es játékban ez megvan, ez a lehetőség, hogy vagy ide esik le, vagy ide esik le. Na most a 10-esben képzeld el, hogyha egy falról bemondtad ide, és kihagyod, és átmegy a másik oldalra, akkor az ellenfél, ugye mivel nem a bemondott golyó a bemondott lyukba esett le, itt is az ellenfél visszaadhatja az állást. Jó? Tehát, hogyha itt most az ellenfél fog jönni, de mit tudom, hogy véletlenül itt állt meg a fehér, akkor megint ő nem tud, nem lát rá a kettes golyóra, és akkor azt mondja, hogy visszaadja neked a lökés jogát, hogy szenvedjél te. És természetesen a visszaadási lehetőség akkor is él, hogyha kezdésnél, ugye illegal break, tehát szabálytalan break, kezdés van, ugye itt is működik az, ami 9-esben, hogy a homlokvonalon át kell menniük a golyóknak. Tehát amikor a kezdést ugye megcsináljuk a kezdőlökést, akkor három golyónak át kell menni ezen a homlokvonalon. Tehát innen ugye 1, 2, 3. Ha egy golyó esik lyukba, akkor csak kettőnek kell átmenni. Ha két golyó esik lyukba, akkor csak egynek, természetesen úgy, mint a 9-esnél. Na most, hogyha ez nem történik meg, és kevesebb golyó megy át a homlokvonalon, tehát szabálytalan kezdés van, akkor is ugye az ellenfél jön, de eldöntheti, hogy visszaadja neked a lökésjogát, vagy pedig ő lök. Ugye, hogyha neki rossz állása van, akkor lökhet push-outot például, vagy megindulhat, vagy pedig azt mondja, hogy visszaadja neked a lökésjogát, és akkor te is lökhetsz push-outot, vagy te is megindulhatsz. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes taktikai lehetőség, mert néha, ha visszaadja a lökésjogát, és te löksz push-outot, akkor ugye a push-out miatt te hátrányba kerülhetsz, és ő pedig könnyebben meg tud indulni. És akkor még egy nagyon fontos különbség, hogy a 9-es játékban, ha például kezdőlökésre, úgy olyan szerencséd lesz, hogy a 9-es golyó leesik egyből a lyukba, akkor megnyerted a partit. Na ez is elég, hát mondom, igazságtalan, legalábbis én annak tartom, mert ugye a mázlisabb játékos is úgymond nyerhet a véletlenek miatt. Most a 10-esben az újabb szabályok szerint már nincs ilyen. Tehát itt is ugye országtól eltérő, versenyektől eltérő a szabály, meg ugye időben is, és régebben volt olyan szabály, hogy kezdésből esett 10-es, az nyeri a partit, de már nem. Jó, tehát már nincs ilyen. Tehát a kezdésből, ha 10-es esik, akkor ugyanúgy visszakerül a helyére, tehát visszakerül a tőpontra a 10-es golyó. És a legújabb szabályok, és mondom itt is attól függ, hogy Amerika, Európa, stb. Különböző helyek, Európában most már olyan a szabály, hogy ha lekombizod a 10-est, ugye, régebben az volt a szabály, hogy ha például, mit tudom, 2-esre látsz rá, tehát az a következő golyód, és lekombizod a 10-est, akkor nyerted a partit. Na most már nem. Most már nem. Tehát, hogyha lekombizod, le tudod kombizni, vagy le lehet kombizni, a szabályos lökésnek számít, viszont most már nem nyer partit. Jó? Tehát most már nem lehet a 10-es kombival nyerni, hanem ilyenkor is a 10-es megy vissza a tőpontra. És folytathatod a játékot. Tehát szabályos lökés, és folytathatod is újra ugye a 2-eshez. Jó, tehát ez egy nagyon fontos, hogy a 10-est le lehet kombizni bármilyen módon, ugye úgy, hogy a mindig a legkisebb sorszámú golyóra löksz rá, és az löki be a 10-est, vagy mondjuk rálöksz a legkisebb sorszámúra, és utána a fehér karambolból löki be, tehát be lehet kombizni, de nem nyer azonnal partit, hanem majd csak ha minden golyót lelöktünk, és a 10-es maradt, csak akkor. És még egy fontos dolog, hogy ha a 10-es bármilyen módon véletlenül esik le, akkor is visszakerül a tőpontra. Jó? Tehát, hogyha véletlenül bekombizod, vagy az ellenfeled lekombizza, akkor visszakerül a tőpontra. És itt is él természetesen az a megoldás, mivel ha véletlenül esik le a 10-es, azaz nem bemondott golyó nem bemondott lyukba kerül, ezért ugye visszakerül a tőpontra, és az ellenfél visszaadhatja a lökés jogát, ha pont rosszul állt meg a fehér. Tehát, hogyha valami mögé elbújik, akkor ne ő szenvedjen, hanem az, aki véletlenül lekombizta a 10-est, vagy lelökte a 10-est.